Következő a szituáció. Sajnos nem sikerült túl sokat aludjak az éjszaka. Bár most nem azért, mert Sophie nem hagyott aludni, hanem azért, mert iszonyatosan fáj a hátam, lapockámnál van az az izom. Nem tudom pontosan, hogy mi a neve, de én nem is tudom, hogy egyáltalán létezik ilyen, és a Tamás barátom itthon van Angliából, és rám írt, hogy nem megyek el vele Szegedre ma reggel. Úgyhogy most 6 óra 36 perc van, a vlogot föltöltöttem, egy picivel hamarabb, mint 8 óra. Úgy érzem magamat, mint egy kis Tyrannosaurus Rex, tudjátok, olyan kicsi kis keze van. Mert vagy így kell tartsam a kezem, mint egy múmia, mert így kényelmes és nem fáj, vagy csak így tudok közlekedni, mint egy ilyen, nem is tudom, pont mint a Tyrannosaurus Rex, nem tudok más hasonlatot. Vagy így kell tartsam a kezem, mint egy múmia, mert így kényelmes és nem fáj, vagy csak így tudok közlekedni, mint egy ilyen szívás. Mit csinálunk Szegeden? Hát tulajdonképpen ügyintézünk. Valahonnan kellene szerezni egy kis kajcsit, mert nem reggeliztünk, és most 7 óra 39 perc van. Nagyon éhes vagyok. Elméletileg nem messzire ide. Van egy látványpékség, legalábbis a telefon szerint. Majd mindjárt kiderül, 5 perc sétára van. Tamást ott hagytam az ügyfélszolgálaton, és nekivágtam a szegedi utcáknak, hogy lőjünk valami reggelit. Most ilyenkor nagyon hiányzik a Segway, és nem kéne ennyi gyalogolni. Baj van csak, hogy én itt nem látok látványpékséget. Lehet, hogy csak látványpékség a neve, mert itt csak a telefonon lehet látni. Kuka? Nem, nem az. Eddig nem találtam itt semmilyen pékséget, úgyhogy nem tudom, hogy lesz ebből a mai reggeliből valami. Ennek csak látványpénység volt a neve. Csak a térképen lehetett látni, de nincs semmi. Ebédelünk. Amúgy reggel óta mit ettem? Egy sonkás csigát. És ennyi volt az egész kajcsi. Halló! Szia kis baba! Összezsugorodott, aztán kitágult, összezsugorodott, és most éppen tágulásban van. Rengeteg ügyfélmunkát készítettem el a mai délután folyamán, de már egyszerűen kifolyik a szemem a sok monitor előtt üléstől. Szívunk egy kis friss levegőt, ami jót tesz az agynak, meg az egész testednek. A hátam, a vállam az olyan szinten készen van. Sophie alszik. Azt tudtátok-e, hogy az ember csak az egyik szemüldökét tudja felhúzni így? A másikat azt nem tudjátok. Hogyha mégis tudja valamelyikőtök, akkor küldjétek el nekem videóba, telefonnal szelfizétek le magatokat, és bele foglak rakni a balóra, mivel egy különleges képességed van. Remélem már nem sokáig kell várni arra az alkatrészre, amit hát már lassan egy hónapja rendeltem. Az a baj, hogy Kínából rendeltem, és Kínából körülbelül 3 örökké valóság,
mire megjön bármilyen csomag. Ez a lencse, amit most használok, ez néha így... Ez a Zoomnak a motorja, ez így belealacik a videóba, és ez így gagyi. Arról nem beszélve, hogy körülbelül 10 kg maga a lencse. Évi ma volt a Pingvin patikába Sofinak venni egy-két dolgot, és kapott egy ilyen szép szatyrot. Igaz, ilyen mamás szatyor, ilyen szép bőr füle van neki, de azért nagyon jó amúgy. És ami a legjobb, hogy ingyen volt. Minden kötél szakad. Van itt egy potya utasunk. Elbír ez engem? Olyan vagy, ki fog derülni, ha elmaradtál, akkor nem. Olyan. Az, van olyan vagy, mint egy rabszállító. Ebben az én felelőmben? Igen. Megvan, hajó.